Már hivatalosan is kötelező a maszkviselés egy Győr közterületein, de nem mindenhol és nem minden esetben. Ez derül ki a helyi korlátozásból, amelynek részleteit tovább pontosította a polgármester a csütörtöki Covid híradóban. Dr. Dézsi Csaba András tételesen elmagyarázta, miért kell a maszk, ha a látótávolságon belül van valaki, aki nem egy háztartásban él az érintett személlyel. Alapvetően kétféle rendelkezést lehetett volna hozni. Az egyik az, hogy nem kell hordani maszkot, és az nyilván ez felelőtlenség lett volna. A másik pedig az, hogy mindenhol kell hordani maszkot, ezzel pedig teljesen feleslegesen terheltem volna a győrieket. Úgyhogy megpróbáltam tényleg a józan paraszti ész mentén haladni, és úgy gondolom, hogy ha látunk valakit, aki közeledik felénk, és mi is közeledünk felé, tehát a távolság az másodpercek alatt egy rövidülni fog, akkor fel kell vennünk a maszkot, és amikor elhaladt mellettünk az illető, akkor le lehet venni a maszkot, hogyha nem jön még egy. Tehát szerintem ez roppant egyszerű dolog. Nyilván olyan kérdés is felmerült, hogy mi van akkor, hogyha elkanyarodik, és nem felénk jön, akkor természetesen, hogy elkanyarodott és eltávolodott tőlünk, akkor le lehet venni a maszkot. Nézői kérdések egész sorát is személyesen válaszolta meg a városvezető, majd Radnóti Ákos alpolgármester számolt be a nagyobb intézményekkel kapcsolatos szabályokról. Ő beszélt a piacokról, a sportlétesítményekről, a kulturális intézményekről és a múzeumokról is. Barátság sportpark most már nem üzemel, tudni kell róla, hogy sportlétesítmény, tehát abba a kategóriába esik, ami nem lehet nyitva. Hasonlóan zárva vannak a műfüves pályák közül a gyárvárosban található Tompa utcai műfüves pálya, illetve Marcalváros 2-nél az Örkény István utcában található sportpálya is. Adivárosban vannak még további létesítmények, ilyen a streetball és kosárlabda pálya Kodály Zoltán út mögött, ami szintén zárva tart, illetve az adivárosi tó mellett található rekordtány sportpálya is szintén zárva van. Tudni kell még azt is, hogy vannak olyan területek, ami szintén lezárásra kerültek, a Bercsényi ligetben is jelentős sportlétesítmények vannak, ezek is be vannak zárva. A hétfő óta a polgármester Facebook oldalán, valamint itt a Győr Plusz televízióban is látható COVID-19 Győr híradó pénteken is folytatódik. Az este közzétett újdonságokról hétfői híradónkban számolunk be részletesen.